Sziasztok! Itt Eysan Zovrondokni és ifjabb Gulyás András Zebulon közös újabb videóprojektje. Rövidítve ez igaz, és egy nagyon-nagyon hosszú szöveggel indítunk, és ha szerencsétek van, lesz nektek benne vicces poénkodás is. Csapjunk bele! Fontos neked, hogy tudd, hogy lépett le. Ez itt a címe a szövegnek. Egyes. A férfi, aki még a korábbi párját keresi. A kutyaharapás szőrével nemtől függetlenül jó módszer lehet arra, hogy egy kapcsolat után a magány túlélje az ember. Az is lehet, hogy a frissen születő új kapcsolat nem csak búfelejtő, hanem valóban méltó új társ lehet. Előfordulhat, hogy a te párod is így egy szakítás után még fájdalomtól terhesen talált rád és benned látta annak reményét, hogy megoldást, új életet hozhatsz a számára. A randik jól sikerültek, és mind a ketten fel tudtatok oldódni, illetve többnyire fel tudtatok oldódni. Azonban a férfiban a kapcsolatotok előre haladtával lassan megjelen lehetett a bűntudat, hogy ő csak hülyít téged, mert szívét valójában mindig az ex-e tölti ki. Hogyan álljon eléd azzal, hogy ő próbálta, és jó is volt, de nem eléggé? Hogyan álljon eléd, és mondja el, hogy adott magatoknak pár hetet, de mégsem tud feléd közeledni, mert a szíve még nincs kész szeretni? Valójában nem a szíve nincs kész, sokkal inkább az elméje ragadt a múlt fogságába, de ez a történetesen nem változtat jelentőset. Hiszen miután ezt előre nem árult el, miért is tette volna? Ő is kapcsolatot akar, és te már biztosan reményeket fűztél hozzá. Biztosan azt mondanád, hogy ő csak kihasznált téged, és biztosan annyira csalódott lennél, hogy talán jelenet is rendeznél. Így a férfi, hogy elkerülje a fájdalmas vallomást, ami mindent átszínezne a közös múltban is, inkább eltűnik. Nem akar bántani, nem akar őszinte lenni, hiszen az se lenne jobb. Te így is úgy is rosszul fogod érezni magad, így is úgy is haragudni fogsz. Így egyszerűen azt az utat választja, ami számára kevesebb konfliktust okoz. Te pedig sosem tudod meg, hogy az volt a gond csupán, hogy az ex árnyékában nem is jutott valódi esély neked a férfi oldalán. Gondolj a szép pillanatokra, és tudd, hogy ő is csak egy statiszta volt életed útján, aki megmutatta neked, hogy milyen érzésekre vagy érett és képes. Második. A férfi, aki megijed saját magától, és elillan, mielőtt te küldenéd el, hagyja, hogy megismerd. Nagyon sok férfi, 40 éves kor felett különösen, túl van már néhány olyan kapcsolaton, akár válláson is, ahol a korábbi párjai következetesen bebizonyították neki, hogy ő semmire sem jó. Semmire sem elég. A nők egy-egy kapcsolatban nagyon kegyetlenek tudnak lenni. Sok férfi zárja úgy a kapcsolatait, hogy már abban sem biztos, hogy ő tényleg férfia igazán. Önbizalmában megtépázva azzal a tudattal, hogy idővel minden nő csak veszekedett vele, nem meri magát érzelmileg belengedni az új kapcsolatba veled. Amikor együtt vagytok, jól érzi magát veled, de nem meri 100%-ban önmagát adni. Attól fél, hogy te kiismered, és akkor látva a hibáit, már nem akarod őt. Amikor pedig egyedül van, nélküled, akkor sokat gondol rád és arra, hogy bár csak sokáig tarthatna a jó, de meggyőződése, hogy ez csak akkor lehetséges, ha nem lesz alkalmad megunni őt. Így titokzatos marad és kiszámíthatatlan. Nem azért, mert játszmázik veled. Nem. Az, hogy ne is, és nem is,
szeretne is, meg nem is. Boldog is lenne, és fél is. Az ő dilemmája része. Neked ehhez semmi közöd nincsen valójában. Ha nagyon szereted, és a közösen töltött percekben időről időre bebizonyosodik a számára, hogy te elégedett vagy vele, ami így nem könnyű, akkor idővel a te tükrödben beláthatja, hogy ő mégis elég, és mégis szerethető. Ez azonban a te türelmedben áll, és azon, hogy mennyire tudsz a jelen teljességében létezni akkor is, amikor ő elérhetetlen, és akkor is, amikor ő titokzatos. Mérd fel, hogy akarsz-e ilyen kihívásban partner lenni. Mert a férfinak meggyőződése, hogy ilyet épeszű nő biztosan nem akar, és inkább ő menekül el, mint sem, hogy megvárja, míg őt teszik lapátra. Hármas. A férfi, aki olyat látott, amit nem szeretnél hallani, tudni. Egy férfi mesélte, hogy alig várta, hogy a nővel, akit nemrég ismert meg, az intimitást is megélhesse. Arra a randira, amikor az első szexuális együttlétet tervezték, úgy sietett, mintha az élete egyetlen esélye múlna rajta. Nagy reményekkel telve, örömmel, várakozással. Aztán másnap reggel ugyanilyen nagy sietve távozott is. Valami nagyon, de nagyon nem tetszett neki a lányon, a lányban. Talán a testében, vagy a viselkedésében. Megkérdeztem a férfit, hogy tervez-e még találkozót a lányjal. A válasza ez volt, nem. Ekkor megkérdeztem, hogy ezt el fogja-e mondani a lánynak. A férfi a következőt felelte. Miért mondanám? Az a nő most azt hiszi, hogy kihasználtam a lehetőséget, egy szemét vagyok. Legyen így, ha viszont az igazat mondom meg, akkor ő önmagát fogja utálni, és talán más férfiakkal szemben is tartózkodó lesz. Talán megtöröm az önbizalmát. Miért tegyem tönkre? Biztosan lesz férfi, akinek ő kell. Inkább higgye azt, hogy én vagyok a beszámíthatatlan. Nekem mindegy, neki jobb, pedig jobb lesz. Ez a gondolat megfontolandó. Azt hiszem, okos. Nem kell tudnod, hogy miért old kereket a férfi. Néha többet kapsz azzal, ha nem kapsz információt. Négyes. A férfi, aki nem azt érzi, amit te szeretnél. Gyakori, hogy a randik alatt te már ragyogsz, szerelmet érzel. De a férfi még nem. Ő lemaradt ebben, neki még nem mer az elméje engedni a kontrollon, és még nem meri, nem tudja érezni a vágyat, a lángot, az eufóriát. Közben pedig látszólagos felelősségvállalásról úgy dönt, nem korrekt a részéről, ha a te szerelmedet nem tudja visszatükrözni neked. Nem akar áltatni, nem akar lekötni, nem akar hitegetni, és noha nincs másik nő vagy ex a háttérben, mégis az első esethez hasonlóan inkább lelép. Míg késő nem lesz, míg annyira meg nem szereted, hogy komoly veszteséget kellene megélned. 5. A férfi, aki tényleg tőled ijedt meg. Van olyan, nem is ritkán, hogy a férfi tényleg tőled riad meg. Nem biztos, hogy elárulja neked, mert miért is hozna az változást, ha elmondaná. Megijedt attól, hogy rögtön a kapcsolat elején hosszú távú kapcsolatra akarod elkötelezni, és nekiszegezed a kérdést a harmadik randin, hogy mennyire komolyak a szándékai. Hogyan lehetne erre válaszolni? Minden kapcsolat a randikkal és azzal indul, hogy jól érzitek magatokat, de honnan tudhatná ő azt, hogy mi lesz később köztetek? Miután ebben a kérdésben az is benne van, hogy ha ő komolyan tervez, akkor és csak akkor, majd te is, és így érezhetően tőle várod a komoly lépéseket, nem csoda, ha inkább visszavonulót fúj. Ne a hosszú távú kapcsolat legyen a célod, mert a legtöbb férfit elriasztod.
A boldogság a szép pillanatok megélése, a jó cél. Ha ezt követted, van esélyed boldognak lenni. Másképp nem. Attól is megijedhet, ha te folyton összehasonlítod őt az exeiddel. Egy férfi sem akar versengeni egy fantomképpel. Attól is megijedhet, ha a szokásaid az igényeid számára nagyon idegenek vagy megterhelőek. Ha például naponta akarsz szerelmi vallomást, vagy ha naponta szóvá teszed, hogy nem írt neked eleget, ha megkérdőjelezed az érzéseit, a szándékait, a hitelességét, mert te mást tartasz normálisnak, ez riasztó. Jó, ha meglátod magad erről az oldaladról is. 6-os. A férfi, aki fejben eldöntötte, hogy ennek a kapcsolatnak nincs értelme. Akad olyan eset is, amikor a férfi azért tűnik el az életedből, vagy azért nem akar igazán részévé válni, mert valamilyen körülményről előre eldöntötte, hogy a számára elfogadhatatlan. Például, te többet keresel, ő kevesebb pénzt hisz haza. Te egy másik városban élsz. Nagy a távolság, vagy a számára nehezen áthidalható, gyerekeid vannak, és nem akar együtt élni a gyerekeiddel. Te összeköltözést sürgetsz, ő nem. Neki hitelei vannak, és nem akarja, hogy az anyagi nehézségeibe részed legyen. Az ész, az elme eldönti, hogy engedje magának, hogy boldog lehessen veled. Ha a kapcsolat nem hoz elég sok boldogságot, akkor könnyen marad érzelmileg kívülálló, és könnyebben dönt az észérvei mellett. Ez esetben ne sirasd. Az igazi ugyanis épp azt tervezi veled, amit te vele. Épp annyira érzi melletted a szerelmet, mint te mellette. Vagyis ez a menekülő férfi valószínűleg még nem a megfelelő társ neked. Megfelelő volt egy időre. Miért olyan fontos neked, hogy tudd, mi volt az ő eltűnésének oka? Azt mondod, hogy szeretnéd tudni az okot, hogy miért tűnt el a férfi. Vajon miért akarod tudni? Legtöbbször azt felelnéd erre, hogy azért, mert akkor könnyebb továbbállni. Mert akkor talán tudod, hogy nem tehettél semmit. Tudod, hogy nem rajtad múlott. Ha tudnád az okod, de továbbra se akarna a férfi a párod lenni, tényleg könnyebb lenne? Egyáltalán nem biztos. Valójában azért szeretné az elme tudni az okot, mert ha tudja, akkor talán tudna lehetőséget teremteni arra, hogy a kapcsolatot folytathasd. Most talán tiltakozol. Jó, tiltakozz, de közben picikét gondold is át ezt. Ahhoz ugyanis, hogy tovább lépj, elég lenne a tudat, hogy ő nem jön, nem akar, lelépett, eltűnt, nincs itt, nem lehet rá számítani, hisz ez a tény. Ha valóban túl akarsz lépni, akkor bizony. És eltűnt a szöveg. Szóval, ha túl akar lépni az ember, pillanat, de nem. Innen fogjuk folytatni. És milyen érdekes, most fog lejárni a negyed óra. Ja, vicces. Na, ígértem a végére. Kicsit köhögök, és eldugult az orra. Rákerestem a neten, hogy mi lehet. Erre kiderült, hogy 16 hetes terhes vagyok. Hát ez nagyon kész volt. Ezt fel kellett dolgoznom. És innentől folytatjuk, ahol megszakadt ez a szöveg. Ennyi fért bele. Ami lenne még pici, az folytatódik, remélem.
tetszett nektek. Izgalmas, mert hogyan is fog ez folytatódni tovább. Gyönyörű. És a vers, a szuper az előző videóban. Köszönöm szépen, hogy néztetek. Jót nevettünk itt a végén. Elvégezze pici. Velem senkinek nem kell kiabálni. Nekem elég elmondani 10-szer. Az csak egyszer, hogy itt a vége a videónak. Köszönöm, iratkozzatok fel Csivetka Bandiként a YouTube-on és itt a Facebookon. Köszönöm, hogy néztek. Sziasztok. Puszi mindenkinek. Eljön legyen mindenkivel. Csók a családnak. Ciao.